Na, hát akkor köszöntök mindenkit ebben a videóban. Most ismét itt vagyunk egy videóval, és ez egy újjáépítés rész lesz. És igazából el kell mondanom valamit. Kérdeztetek, hogy miért nem a Lyon újjáépítés második része van, és miért a Róma újjáépítés első része. És igazából azon, hogy elfelejtettem elmenteni, hogy nem is tudom, hogy mi van, de igazából most így jó kedvel leültem, hogy fölvegyem tényleg a második részt a Lyon újjáépítésnek, és nem találtam, és itt rage-eltem meg minden, hogy miért nincsen meg, és nem tudtam, hogy mit csináljak, hogy lejátszam el megint az újra az első három szezont, és akkor úgy vegyem fel a második rész, de igazából akkor nem lett volna ugyanaz az első rész, és akkor a második rész az meg nem azonokon a dolgokon alapult volna. Mindegy, az lényeg, hogy nincsen most meg, szóval azt nem tudjuk így folytatni, majd lehet, hogy megcsinom még egyszer, de most az a lényeg, hogy itt van a Róma újjáépítés, és most ezzel kell foglalkozni. Ugye a Róma mindig egy hatalmas olasz csapat volt, mindig ott volt a második, harmadik helyen, vagy talán valamikor lejjebb, de az a lényeg, hogy mindig ott voltak így az első hely környékén, viszont tényleg megnyerni a bajnokságot csak a 2000-2001-es szezonban tudták, ami hát nem most volt, és tényleg az elmúlt, azt hiszem 6-7 évben mindig a Juventus nyerte meg a bajnokságot, szóval igazából nem tudtak mit csinálni, és a többi olasz rivális csapat se tudott semmit csinálni, ezért mindenképpen össze kell szedniük magukat, és hát megnyerni a bajnokságot. Ugye a BL-be az előző szezonban eljutottak a negyed döntőig, legyőzve ugye a Barcelonát, de ugye a Liverpool megbotlottak, ami már igazából bizakodásra ad okot, viszont nem hiszem, hogy tudnák megint hozni ezt a formát, és szerintem ez hát... Nem mondom, hogy egy egyszeri dolog volt, de nem hiszem, hogy jövőre is bejutnának az Európa Ligába. Viszont most ebbe a sorozatba megpróbáljuk ezt megtenni, és tényleg az a cél, hogy megnyerjük a Bajnokok Ligáját minél kevesebb szezon alatt. Ugye ez az újjáépítésnek a lényege, szóval ugye veszünk és adunk játékosokat, ez általában jobbá téve az adott csapatot, szóval ugye a Róma csapatát, és hogy meg kell nyerni a Bajnokok Ligáját. Ugye itt is van a csapat, szerintem egy tök jó csapat, amit ezt el szeretném mondani, hogy ugye itt van még Alisson, meg Nainggolan is, ugye Nainggolan az Interhez ment a valóságban, Alisson meg a Liverpool az ugye, viszont ugye nyomtam egy update-et és nem update-elődött, és igazából átrakadtam volna az igazolásokat, mert át lehet így rakni külön is, de akkor már több igazolást is át kellett volna rakni meg minden, szóval igazából, hogyha a FIFA nem update-eli, akkor én nem fogom magamtól megcsinálni, mert ez egy szar. Szóval azt még el szeretném mondani, hogy miatt még elkezditek kirogatni, hogy Alisson már a Liverpoolnál van, Nainggolan már a Internél van, hogy FIFA nem rakta át, mert update-eltem is, nincs benne az update-ba, szóval én nem mit csinálni. Szóval ugye, akkor itt is van a csapat, és én szerintem szeretnék venni egy left-back-et. Kolarov szerintem egy rohadt jó left-back, viszont már 31 esztendős, kopik a gyorsasága, meg ilyen fontos tulajdonságai, ezért szerintem mindenképpen kell valaki a helyére. Ezután szerintem kell egy right mid, minden egy rohadt jó játékos, én nagyon szeretem, meg minden, viszont még csak 19 éves, ezért szerintem kell egy kis rutint szereznie, és majd a kisebb meccseken játszhat, viszont szerintem kell egy első számú játékos a helyére, még így egy-két szezonig mindenképpen, és szerintem még veszek egy CB-t, Fáció nem rossz, elég lassú, viszont amúgy nem rossz, 30 éves, viszont egy centerbacknél ez még elfogadható, viszont ugye az a probléma, hogy ugye Jesus van, meg itt ez a 65-ös szar, szóval igazából nincsen elég csere, ezért szerintem max a padra veszek valakit, de lehet, hogy az lesz az első számú játékos, szóval nem tudom, majd még meglátjuk, de szerintem igazából ennyi elég lesz így az első átjózás időszakra, hogy meg sem néztem, hogy valakit vissza tudunk-e hozni, hát Kastan szerintem mindenképpen visszahívom, mert a CB azért az elkellik. Hát ugye Kastan nem valami jó, de hát most ezt nem nézzük. Szóval tényleg mindenképpen visszahívjuk. Mario Rui, hát nem valami jó játékos, hogy maradhat. Így azonban nincsen más, akit vissza tudunk hívni, szóval igazából Kastant visszahívtuk, de ennyi volt így a visszahívások, és akkor tényleg igazoljunk játékosokat. És meg is van az első igazolásunk, így nem más, mint Iñaki Williams. Rohadt jó játékos, nagyon örülök, hogy őt meg sikerült szerezni, és amúgy elég olcsón, viszonylag 21.800.000 plusz, ugye még odaadtam érte Defrelt, aki ugye cserecsatárunk volt, de soha nem használtam volna, van két jobb csatárunk is nála, szóval tényleg nem használtuk volna, szóval igazából észre se vesszük majd, hogy nincsen nálunk, és egy rohadt jó csatáról beszélünk, 80-as értékelésű, tök jó kis potenciál, szóval nagyon örülök neki. És akkor végre szereztünk egy LB-t is, aki nem más, mint Ben Davis, aki ugye Spursből érkezett a Róma csapatához. Ugye 25.900.000 volt, én kicsit sokallom az árát, viszont hát, hogyha ennyibe kerül egy jó left back, akkor ennyiért
tudjuk csak megvenni, szóval akkor ennyit kell nekünk adni. Tényleg egy nagyon jó kis játékos, 5 évre jött hozzánk, és tényleg, hogyha nektek is kell egy ledlök, akkor nagyon-nagyon ajánlom. És igazából mondtam, hogy veszek még egy CB-t, viszont visszahívtuk Kastánt ugye a kölcsönből, és ugye akkor itt van Jesus, itt van ugye Kastán, mint mondtam, és Kolarov is tud centerbacket játszani, hogyha tényleg hatalmas vészhelyzet van, és nincsen jobb játékos, szóval akkor őt is be tudjuk abban az esetben rakni, ami úgy tök jó, és igazából 8 időnk van, szóval emiatt mondom, hogy most nem tudunk CB-t venni, igazából vehetnék egy szarab CB-t, vagy egy tehetséges játékost, aki most 74-es, 75-ös, és akkor ugye nagy potenciálja van, de szerintem ez most felesleges, szerintem hagyjuk meg ezt a 8 milliót majd a következő átigazolási időszakra. Szóval szerintem igazából ennyi lesz így a csapat, nagyon-nagyon tetszik, ez a támadós is tök jó, középpálya is, bár itt már De Rossi is így öregnek számít már, mint hogy így focihoz képest, szóval úgy, ja, de amúgy tök jó játékos, és a védelem is úgy jó, meg Alisson is egy nagyon jó kapus. Szóval szerintem ezzel a csapattal mindenképpen esélyesek vagyunk a bajnoki címre. Hát a Juventus nyilván jobb, viszont tényleg meg kell próbálni megnyerni, de a másik helyet azt meg kell szereznünk. Szerintem a Napolit meg így a többi riválist le kell nyomni. A BL-be meg hát még nincsenek annyira nagy elvárásaim, de azért ott is azért kéne valamit produkálni. És itt is vagyunk januárban a szezon felénél, és így hát mondjuk így a hát papírforma szerint alakulnak a dolgok, és a másik helyen mondjuk is 10 ponttal elment a Juventus. Hát nem örülök ennek a végeredménynek, és annak se, hogy az Inter nagyon-nagyon a nyakunkon van, szóval velük is mindenképpen számolnunk kell. Hát ez nem valami jó dolog, remélhetőleg javítani fogunk, viszont legalább a bajnokok ligájába tovább jutottunk, és a Lipcse ellen fogunk megmérkőzni. Ezt a mérkőzést mindenképpen meg kell nyernünk, szerintem a Lipcse nem lesz annyira nagy akadály a számunkra. Hát azért megnézzük, hogy hajnikak lettünk, ugye a PSG-vel voltunk egy csoportban, azt hiszem, meg a Sevillával is elsők lettünk, ez mindenképpen egy olyan dolog, aminek örülni kell, és büszke vagyok tényleg a csapatra emiatt, mert tényleg azért a PSG-t így legyőzni az így tök jó dolog, és egy ilyen nehéz csoportban elsőnek lenni, ez mindenképpen egy jó dolog. Amúgy Dzeko már megy visszafele, 31 éves, szóval majd a helyére kell valakit szerezni, a De Rossi is megy vissza, ezt nem jó látni, de azért például Manolász is megy fölfele, Alisson is, szóval azért tényleg itt vannak olyan dolgok, aminek örülök. Viszont ugye januárban, és ezért ugye ez az ingyen igazolásoknak az ideje, szóval akkor tényleg igazoljunk egy pár játékost ingyen, szerintem jó lenne, hát egy csatárt nem hiszem, hogy tudunk szerezni, mert ilyenkor szarcsatárok vannak így az első szezonban, viszont hát talán egy közép pályát halászni az eléggé jó lenne, vagy talán egy szélsőt, igazából inkább left wingert, mivel Williams azért az elég jó, Sarib is a szar, de Williams azért az szerintem jobb, szóval tényleg akkor lássunk is neki. És először is megszereztük De Vrijt, tényleg miatt még letámadnátok, tudom, hogy a Lazio egy nagyon nagy riválisa a Rómának, sőt a legnagyobb riválisa a Rómának, és ezért a valóságon nem hiszem, hogy megtörténne, viszont Jared is úgy csinálja, hogy igazából nem feltétlenül figyeli a valóságot, és ezért szerintem ez így megengedhető. A másik dolog, amiért letámadhatnátok, az az, hogy ugye mindig De Vrijt szerezik meg, vagy Jimenezt, de igazából nincsen olyan játékos, aki center a pozícióra, aki jó lenne, és tudom, próbálok másokat is igazolni, de nem nagyon lehet, szóval nem nagyon tudok így mit csinálni. Viszont mindegy, igazából nagyon sokat gondolkodtam rajta, itt tudok 5 perc, hogy megszerezzem-e vagy nem, de végül megszereztem. Én csak próbálom Goretzkát, de őt azt hiszem úgy lehet, hogy februárban, vagy valami ilyesmi van, szóval mielőtt még 22 éves, szóval valami ilyesmi van, szóval megnézzük, hogy akkor meg tudjuk-e szerezni. És igen, február közepén meg is szereztük Goretzkát, és rohadtul boldog vagyok, tényleg rohadtul boldog vagyok. Nagyon fontos játékos lesz így a középpályán, és elképesztően örülök neki, hogy meg sikerült őt szerezni. Ezzel a kettő igazolással rohadtul megerősítjük a csapatunkat, szóval tényleg ez rohadt jó dolog, de szerintem akkor most menjünk is tovább. És tovább jutottunk a bajnokok ligájába, és most így a Chelsea az ellenfelünk. Amúgy megnézem, hogy mennyik lettek így a meccsek, mert úgy érdekel. 2-re kikaptunk az első, a második meccsen, első megnyertünk 3-1-re, szóval igazából szorosnak mondható voltak ezek a mérkőzések, de hála Istennek tovább jutottunk, és most a Chelsea nem fog megmérkőzni, az első meccs leszimulálom, és akkor a másodikra marad a sok izgalom, így a legjobb 8 között, ami ez, szerintem ez egész jó eredmény, ennek eléggé örülök. Szóval, amúgy megnézem, hogy mennyi az első meccs végre, amúgy ezt még meg sem néztem, szóval. És 1-1 lett a mérkőzés hazai pályán, nem jó. Szóval tényleg, hogyha idegenben lett volna, akkor azt mondom, hogy ez jó, de így hazai pályán, hát mindegy, reménykedjünk, hát ha. És ez a Chelsea, és
1-0 lett, 2-1-re összesítésbe továbbított a Chelsea. Igazából csalódott is vagyok, de igazából nem kéne annyira csalódott lenni, mert mégiscsak az első szezon, és amúgy mindig másodikok vagyunk a bajnokságban, de szerintem akkor vessünk is véget ennek a bajnokságnak, és akkor nézzük meg, hogy hanyadik helyen végzünk. Szerintem ebből egy másik hely lesz a bajnokságban, de nem rossz amúgy, és ugye a BL-ben meg a legjobb 8 között estünk ki, de közel voltunk ahhoz, hogy bejussunk a legjobb 4 közé. És vége van a szezonnak, és visszacsúsztunk a harmadik helyre. No! Én tudok mondani, ne! Miért? Miért? Nem áll. 3 ponttal ugyan, de tényleg ez a harmadik hely, ez ilyen szokásos, viszont mindegy, legalább ugye megszereztünk 2 rohadtú játékost, aki rohadtú meg fogja erősíteni a csapatunkat, és még fogunk pluszba igazolni, szóval tényleg aggódalom, mert nincsen semmi jog, tényleg szerzünk szerintem egy jobb csatárt, mivel Dzeko már 31 éves, vagy 32 lesz már jövő szezonra, szóval tényleg egy jobb középcsatárt, és akkor minden jó lesz, de amúgy ez sem volt ilyen rossz szezon, szerintem egy ilyen 10-ből 5,5 kb. Na, szóval meg is érkeztünk ugye a második szezon elejére, itt van megint az átigazolási időszak, és megint az idő, hogy kicsit költsük a pénzünket, és vegyünk a pár minőségi játékost. Szóval, igazából eléggé prima és jó a keret, amúgy sajnálom aztán azt hiszem, hogy prima, de most muszáj volt. Szóval, ja, elég jó a keret, igazából a védelem az rohadt jó, ugye itt van De Vrij, és itt van Goretzka, aki még nagyon sokat fog nekünk segíteni még így a jövőbe, és ugye szerintem akkor veszünk mindenképpen egy csatárt, mert 32 éves Dzeko, és szerintem még mindenképpen veszünk egy left wingert. Hát nem feltétlenül, de szerintem fogunk majd az első dolog, amit vennünk kell, az egy csatár, de még lehet, hogy egy left wingert is veszünk, attól függ, hogy mennyi pénzünk marad. És elképesztően boldog vagyok, mivel sikerült megszerezni Timo Wernert, aki egy hatalmas gólvágó, és rá volt szükségünk mindenképpen. Jelenleg 85-ös értékelési játékos, így 41 milliót adtam, plusz meg adtam Diogo Perotit, aki általában a padon ült, és ezért nem nagyon vettük ugye használt, left winger pozíción szokott játszani, de hát ugye nem játszott általában, szóval igazából nem is fog hiányozni nekünk. Szóval így néz ki támadó sor, viszont a left winger pozícióban szerintem be kéne újítani egy új játékossal. Igazából szerintem már nem nagyon maradt pénzünk. Igen, 817 ezrünk van, viszont szerintem Edin Dzeko eladásával lesz egy kis pénzünk, amiből tudunk vásárolni egy új szélső játékost. És akkor el is adtuk Edin Dzekót 31 millióért, amiből megkaptunk 27 milliót. Ebből hát talán tudunk valakit venni, nem sok pénz, de igazából meglátjuk, hogy mit tudunk ebből így összehozni. Igazából próbálom megoldani. Na, és akkor meg is van a szélsőnk is, aki nem más, mint Depay. Nem sokkal jobb, mint El Shaarawy most, viszont mindenképpen jobb lesz hosszú távon. Hát ugye most El Shaarawy 82-es, Depay meg 83-as, viszont Depaynak 86-os, 87-es potenciálja van. Ezzel szemben El Shaarawy max 83-as lesz állítólag. Depayért adattunk 27 millió, plusz még Pellegrinit. Hát Pellegrini lehet, hogy kellett volna a középpályára, most nem, de lehet, hogy egy-két év múlva lehet, hogy játszott volna, de mindegy, annyira nem nagy veszteség. És akkor be is rakjuk Depayt, aki amúgy tök sok oldalú meg minden, szóval tök jó. És akkor így néz ki ez a kis csapat, ugye tök jó, imádom amúgy, így nagyon jól néz ki ez a csapat, nagyon megszerettem, szóval remélhetőleg eredményeket is fognak produkálni, szóval tényleg egy első-második hely a bajnokságban, és remélhetőleg a legjobb 4 közé talán bejutunk, vagy nem tudom, lehet, hogy elég nagy elvárások ezek, de mindenben meglátjuk, most nem akarok így ízélni, meglátjuk, hogy mi lesz, és aztán majd eldöntöm, hogy elégedetlen vagyok-e, vagy elégedett a csapattal. És nagyon boldog vagyok, mivel az első helyen vagyunk a szezon felénél, és eléggé el vagyunk menve, és a második helyen nem is a Juventus van, hanem a Sampdoria, a Juventus csak a harmadik, nem tudom, mi történt a csapatukkal. A bajnokok ligájában pedig ugye a Chelsea-vel fogunk megküzdeni, előző szezonban is velük küzdöttünk meg, de ugye akkor a legjobb 4 közé jutásért, most ugye a legjobb 8 közé jutásért találkozunk velük, szóval ugye már hamarabb. Hát nem tudom, szerintem nehéz dolgunk lesz, és hát izgulok eléggé, viszont hát ha sikerül most őket így legyőzni, így másodszorra. És akkor következik is a mérkőzés, és hát nem szolgáltok, megint nem szolgáltok jó hírekkel, mivel 1-0-ra kikaptunk a Chelsea-től az első mérkőzésen. Síralmas végeredmény, most idegenben vagyunk, szóval hát itt kell nagyot alkotni. És 1-1 lett és kiestünk, megint kiestünk. Chelsea mindig megállít, nem hiszem el. Szóval most megint a bajnokságra kell koncentrálni, de 11 ponttal elmegyünk, szóval ott igazából nem lesz szerintem nagy probléma. És úgy most megint ugyanaz a helyzet kb. Mint a Lyonnal. Szóval a Lyonnal is az volt, hogy a bajnokságban rohadt jók voltunk, ugye ott Franciaországban, most ugye Olaszországban, de európai porondon meg nem ment semmi, és most ugye ugyanazt láthatjuk, csak most ugye a Rómával. Remélhetőleg nem úgy fognak alakulni a dolgok, és remélhetőleg a harmadik szezonban sikerül valami, hát van maradandót alkotni, szóval tényleg
legalább ugye a legjobb négyig eljutni. De most nem is arról beszélünk, mivel még messze vagyunk a harmadik szezontól, még a másik szezonnak sincsen vége, szóval koncentráljunk erre. Szóval akkor vége is van a szezonnak, és végre megnyerte a Róma a bajnokságot a 2000-2001-es szezon óta először, szóval ez mindenképpen egy ilyen ünnepi pillanat, és nem is akárhogy, szóval 18 ponttal előztük meg a Marseille Juventus csapatát, szóval tényleg mindenképpen kiár az elismerés a játékosainknak, akik amúgy eléggé fejlődnek rendesen, és ez egy rohadt jó csapat, viszont az európai poronon tényleg nem vagyunk valami jók, ezen kell javítani, és amúgy nem vettem senkit januárba. Annyira arról koncentráltam, hogy de jók vagyunk, hogy elfelejtettem valakit venni, ezért most senki nem fog hozzánk csatlakozni, viszont veszünk valakit majd ennek ellenére is, szóval tényleg nem kell aggódni. Na, szóval akkor itt is vagyunk a harmadik szezon elején, ez ebbe a részbe az utolsó szezon lesz, és lehet, hogy a sorozatban is az utolsó szezon lesz, mármint, hogy a Róma újjáépítésben az utolsó szezon lesz, ez attól függ, hogy megnyerjük-e a bajnokok ligáját, az a lényeg, hogy itt is vagyunk a harmadik szezon elején, rohadt jó a csapat, én nekem nagyon tetszik, igazából szerintem egy CM-et fogunk venni, mert eléggé elkéri a csapatba, cserepadon sincsen senki, meg itt sincsen nagyon senki, szóval tényleg venni kell mindenképpen egy CM-et, és szerintem ez az egyetlen hiányzó pozíció, szóval szerintem akkor lássunk is neki az igazolásnak. És meg is van az a középpályás, akire szükségünk volt, nem más, mint Fabinho, aki most a valóságban ugye a Liverpoolba játszik, viszont ez a sorozat nem annyira a valóság alapján van, szóval ugye most ugye meg tudtuk szerezni a Rómába, ugye a Monakótól, mint ugye karriermódon belül beszél, szóval ugye a Monakótól jött, és ugye a Rómába igazolt, szóval ugye hozzánk, odaadtam érte Kárzorbot, plusz még ugye 30 milliót, szerintem Kárzorbot nem kellett volna, ezért szerintem most veszek egy ridebacket, mert Florenzi mögött nincsen senki. És akkor meg is van a játékos, ridebacket pozícióra, aki nem más, mint Maffeo, és ugye követi így az újjáépítés csata részeket, azt tudhatja, hogy őt már megszereztem egyszer Mark ellen a Southampton újjáépítésben, és tudom, próbálok olyan játékosokat venni, akik, szóval nem próbálok mindig más játékosokat venni, szóval hogyha egyszer már megvettem egy játékost egy más újjáépítésbe, azt nem akarom megtenni még egyszer a következőbe, viszont Maffeo tényleg egy ilyen kihagyhatatlan rideback, mert nagyon olcsó és nagyon gyorsan fejlődik, és tényleg 13 millió, és már szerintem már 81-es minimum amúgy, szóval, vagy 80-as, még nem tudom, 70, jó, 79-es, de tényleg 13 millió volt, szóval olcsó volt. De tényleg, hogyha megveszitek például az első szezonban, vagy másodikba, akkor 7 millió, és 30 szezonra már ilyen 80 lesz kb. Szóval, ja. És amúgy ennyit lettek volna az igazolások, szerintem már nincsen más hiánypozíció ugye a csapatban, szóval így be is fejezem az igazolásokat, tényleg, mint már mondtam, és ezzel a csapattal fogunk nekiállni a szezonnak, nagyon jól néz ki a csapat, szerintem ez egy ilyen világverő csapat körülbelül, amúgy jó, kicsit most túloztam, de tényleg az biztos, hogy egy jó csapat, és ezzel akár BL-t is lehetne nyerni, nem mondom, hogy így elvárás, de nagyon örülnék neki, hogyha tényleg sikerülne BL-t nyerni, szóval akkor lássunk is neki a szezonnak. Szóval a bajnokságba hozzuk a szokásokat így itt a szezon fejénél, hisz az első helyen vagyunk, nagyon helyes, és a Juventus-on mi történt? 8. helyen van a Juventus, ej, de jó! Na mindegy, akkor nézzük meg a bajnok ligáját, hát ha ott valami jó sorsolást kaptunk, a Barszával küzdünk meg, ne kúrjál már föl, kedves ijjé, komolyan? Na mindegy, hát ha legyőzzük a Barszát, nem tudom, úgy, hát ugye most a valóságban legyőzte a Róma Barszát, ugye a BL-be, és továbbított az elődöntőben, most hát nem tudom, hogy FIFA-ban mi lesz, de csak reménykedni tudunk, megint kiesnénk a legjobb 16 között, az nagyon szar lenne. És akkor itt is van a visszavágó, a Barcelona elleni második mérkőzés, az első mérkőzésen idegenben egy-egyet játszottunk, szóval tök boldog vagyok, és most hazai pályán van rajtunk a sor, hogy tényleg tovább jussunk, szerintem hát sikerülhet, sőt szerintem hát most jobban állunk, mert ugye mi állunk most így továbbításra az előző mérkőzésbeli döntetlennel, és 0-0 lett, és továbbítottunk, szerintem, igen, mivel mi idegenben rúgtunk egy gólt, ők még nem rúgtak egyet se, szóval továbbítottunk, és kiejtettük a Barcelonát, ez egy tök jó dolog, és így tök jó ezt így kimondani, és még nem tudom, hogy kivel fogunk megmérkőzni, de a Bayernnel, hát megint egy nehéz csapatot kaptunk, hát nehéz lesz, az biztos. Na és akkor itt is van a visszavágó, ugye megint lejátszottuk már az első mérkőzést, ott 1-0-ra kikaptunk otthon, szóval nem valami jó előjelekkel állunk neki ennek a mérkőzésnek. Szerintem hát nem sok esélyben továbbítunk, de ez az Goretzka! Kiegyenlített ez a szar Martial. Ugye most ők állnak továbbításra,
Hát rúgunk még egy gólt. Rúgjunk már egy gólt, please. És egy-egy lett, és nem jutottunk tovább, hanem kiestünk viszont. Hát nem olyan rossz végül is. Legyőztük a Barcát, de kikaptunk a Bayerntől, szóval tényleg ez nem olyan rossz eredmény szerintem, és még a bajnokságot is szerintem meg fogjuk nyerni, és megnyertük a bajnokságot megint 10 ponttal, ez tök jó. És amúgy, amit néztem, hogy tök érdekes, hogy ugye City United döntő van, ez egy ilyen, hogy ezt valóságban ez egy ilyen tök nagy döntő lenne, ugye a City meg a United vannak így egymást keresnének, és az ilyen olasz kupába pedig a Napoli ellen döntőzünk. Meg kell nyerni mindenképpen ezt a trófeát is, és akkor akkor minden olasz kupát, vagy minden olasz trófeát mi nyernénk meg, hogyha minden igaz, vagy van harmadik, vagy nem tudom, hogy van a harmadik. Szóval akkor játsszuk is le ezt a mérkőzést, és nézzük meg, hogy mi lesz a meccs végeredménye. Nyertünk 3-1-re magabiztosan, és ezáltal már ez a második trófánk ebbe a szezonba, és most el fogom menteni, itt a szemetek előtt elmentem, hogy tudjátok, hogy nem lesz semmi probléma, szóval nem járunk úgy, mint a Lyon újjáépítésre. Szóval, hogyha szeretitek még ilyen részt, akkor mindenképpen dobjatok egy lájkot, és akkor jönni fognak a további részek. Valamint ugye a következő napokban is tök sok jó videó fog jönni, szóval tényleg megéri feliratkozni, hogyha még nem vagytok. De igazából ennyi lettem volna mára, sziasztok!